Szeretettel köszöntöm a Memória Café mai résztvevőit, illetve természetesen a nézőket, akik a tévében követik adás alatt a Memória Café történéseit. A legutóbbi Memória Caféban már elkezdtük annak a témának a megbeszélését, ami a gondozóknak általában a legnagyobb problémát okozza, a viselkedési zavarokat, illetve legutóbb az agresszióról volt szó. Ezt a témát szeretnénk a mai napon tovább folytatni, az egyéb, az ápolást akadályozó, a szociális életet akadályozó problémák megbeszélésével. A probléma bevezetésére fiatal kollégámat, Maier Borbálát kértem fel, aki nem annyira, mint szociális szakember van most jelen, hanem inkább, mint hozzátartozó, hiszen hosszú-hosszú ideig ápolta demenciával élő nagyapját, és így személyes tapasztalatai vannak ebben a témában. Úgyhogy vágjunk is bele, kezdjük el a beszélgetést. Köszönöm, sziasztok! Én Maier Bori vagyok. Hogy a bevezetésben is elhangzott, viszonylag sok tapasztalatom volt nagypapám révén azzal, hogy milyen szociális helyzetekbe, sőt gyakran konfliktusokba is bonyolódhat az ember, hogyha egy demens időst kísér, akár boltba, akár a tömegközlekedésen, vagy egy parkban séta közben. És erről szeretnék nektek ma mesélni. Az elején szeretném egy kicsit bevezetni azzal, hogy mik azok a változások, amik egy demenciával élő személynél ezeket a folyamatokat, szociális folyamatokat nehezítik. Segítségemre lesz a jegyzetem. A demencia súlyossági foka az idő előre haladtával romlik, de már korai szakaszban is észrevehetünk olyan funkcióromlásokat, amik befolyásolják a szociális képességeinket. Ilyen lehet enyhe fokú demenciás tünetek esetén a rövidtávú emlékezet, vesztés, csökkent nyelvi funkciók vagy a tájékozódás zavara. Az állapot további romlása esetén újabb mentális tünetek nehezítik a szociális kapcsolatteremtést, ez lehet az agresszió, a zavartság, céltalanság és esetleg személyiség zavara is. Ezeket a tüneteket összefoglaló néven BPSD tüneteknek nevezzük. A tünetek megjelenése, illetve a BPSD elemeinek az intenzitása egyénenként eltér, különbözik, sokban függ a beteg életútjától. De hoztam egy ábrát nektek, hol láthatjuk azt, hogy két csoportra tudjuk osztani ezeket a tüneteket. Vannak pszichológiai tünetek, illetve viselkedési tünetek. A pszichológiai tünetek közé halucinációk, depressziók, szorongás és alvászavar kapcsolódik, amik nehezítik a személynek a hétköznapjait, illetve ez megjelenik a viselkedésében is, agitációval, agresszióval, bolyongással, nyugtalansággal és gátlástalansággal. Ezeknek a tüneteknek az enyhítése, illetve korai szakaszban akár meg is előzhető, ha mindazokat az elfoglaltságokat, hobbikat és szociális érintkezési formákat támogatjuk, amiket a beteg szívesen művelt az állapot romlása előtt. Hiszen a fizikai és mentális jólét időskorban is négy alappilléren nyugszik a holisztikus szemléletű ápolás szerint. Ezek lehetnek fiziológiai szükségletek, itt gondolok arra, hogy átalakulnak a táplálkozási szokások, nekünk kell odafigyelni a tápanyagok és vitaminok bevitelére, fizikai szükségletek, itt gondolok arra például, hogy már a demencia korai szakaszában próbáljuk meg kialakítani azokat a támogató eszközök használatát, amik később a napi rutinban mindenféleképpen szükségesek. Illetve a mentális szükségletek, amit szociális, illetve spirituális részre bontottunk, a mai nap szerintem a szociális szükségletekről beszéljünk egy kicsit bővebben.
A szociális szükségletek mentális gondozás része lehet a társasági kapcsolattartás fizikai aktivitás támogatása. Mivel korai vagy enyhe szakaszban már a egyszerű tevékenységek végzése is nehézséget okoz a betegnek, ezért a hobbik iránt elvesztheti az érdeklődését, egyedül már nem is biztos, hogy neki áll elfoglalni magát. Ahogy romlik az állapota a betegnek, úgy csökken tovább egyre az érdeklődés. Hogyha eddig nem is támogattuk a beteget, ez egy olyan pont, ahol szerintem érdemes beavatkozni, és hogyha nem személyesen, akkor a támogató szolgálatok megkeresésével. Szerintem ez azért fontos, mert a súlyosabb szakaszra teljesen megszűnik az érdeklődés külső dolgok iránt, és nagyon nehéz lesz a beteget foglalkozásba vonni. Igen. Mindig, ha gondozással foglalkozunk, fontos ismernünk a beteg kompetenciáit. A demens tünetekkel érintettekről nagy általánosságban elmondható következő ábrán összefoglaltak. A demenciával élő képes emlékezni a múlt eseményeire, viszont ennek ellentéte, hogy nagyon nehezen emlékszik a jelenre, különösen a részletek megjegyzése okoz neki problémát. Demenciával élő képes reagálni az érzelmekre, illetve veszélyhelyzetekre, viszont erről kommunikálni, megmagyarázni a reakcióját már nehezen tudja. Biztonságos számára a rutin követés, viszont új helyzetekhez nem igazán tud alkalmazkodni. Erre hoznék egy nagyon aranyos történetet. Nagypapámnak volt egy kedvenc cukrászdája, ahova mindig rendszeresen, közösen jártunk. Már egyetemista korában is oda járt, és amikor ezt a cukrászdát felújították, akkor teljesen megzavarta az, hogy más a dekoráció, más a kiszolgáló személyzet, és ütközött az ő valóságképével, és nem igazán érezte magát biztonságban, nem tudta, hogy ez tényleg ugyanaz a cukrászda, úgyhogy viszonylag gyorsan le is szoktunk erről a helyről. Demenciával élő tudja, hogy mit akar, tudja, hogy mit érez, viszont ezeket megfogalmazni már nehezen tudja. Ebből következik az is, hogy tetszését, nem tetszését ugyan ki tudja fejezni nekünk, de széles kínálatból például nem tud választani. Tehát el tudja mondani, hogy szereti ezt az almát, ízlik neki ezt az alma, de hogyha felajánlod neki, hogy almát, körtét, banánt szeretnél-e, akkor valószínűleg semmit nem fog választani a beteg, hiába szeretne mondjuk egy gyümölcsöt enni. Képes lépésről lépésre követni a napi rutint, és ez a foglalkoztatásban nagyon-nagyon fontos, viszont komplex feladatokat már nem tudunk rábízni. Ugyanakkor a demensbeteg még mindig élvezi mások társaságát, viszont a megváltozott helyzetéből következően a zsúfolt szituációkat, gyors eseményeket már nem tudja követni, itt zavartság léphet fel nála. Ezek a kompetenciák azok, amik utána eldöntik, hogy egy szituációban neki kudarcélménye lesz, vagy esetleg sikerélménye. Fontos, hogy a kudarcélményt minden többször próbáljuk elkerülni, mert ez a betegnek a hangulatát nagyban befolyásolja. Milyen atrocitások érik a beteg embert és a kísérőjét? Mivel találkoztál? Például nagypapám nagyon-nagyon szerette a gyerekeket, viszonylag sokat jártunk játszótérpark közelébe, és ez a mai világban egy ilyen nagyon ingoványos telep, hogy egy idős ember esetleg megszólít a játszótéren fiatal gyerekeket. Ebből többször volt konfliktusunk, hogy megkértek minket, hogy menjünk el, mit csinálunk itt, miért vagyunk itt. És akkor ezt tisztázni kellett, hogy nem rossz szándékból vagyunk itt.
sokszor egyébként sikerült beszélgetésbe forgatni a dolgot, mert nagypapám, amikor jó állapotban volt, akkor is gyakran foglalkozott gyerekekkel, cserkészekkel, vitte őket kirándulni, és ezen a téma mentén elindulva egy beszélgetést lehetett kezdeményezni, és így mindenki megnyugodott, hogy nincs igazándiból probléma. Igen, akkor visszatérünk a környezeti okokhoz, hogy mik azok, amik így ki tudják esetleg zökkenteni a demensápoltunkat, ezek a vélt vagy valós fenyegetések. Az előadás címének az Én, te, ők nyeligét adtam, mert hogy az összes interakciót én szerettem a saját vagy a beteg szemszöge, a mi kapcsolatunk, illetve az ők szemszögéből nézni. Ez a valós vagy vélt fenyegetés, ez például lehet a személyes térnek a zavarása, amikor vagy hozzájönnek túl közel, vagy ő megy túl közel valakihez. Bizonyos helyzetekben a biztonságérzet hiánya, amikor nem tudja, hogy hol van, ez is egy ilyen fenyegetés lehet. Zsúfoltságot szintén nem. A valósággal való konfliktus szintén egy ilyen környezeti ok lehet. Erre már elmeséltem a cukrászdás példát, amikor az ő fejében a valóság máshogy élt, mint ahogy a valóságban van, és így ez egy ilyen összeakadás volt. Aztán vészhelyzetek, olyan is történt már, hogy voltunk boltban, óraboltban vásárolni, és megszólalt a riasztó, mert rosszul mozdult nagypapám. Ott mondjuk szerencsére jó helyzet volt, mert nagyon kedves volt az eladó, és nem csinált ebből problémát, de az is lehetett volna egy veszélyesebb szituáció, hogy minket nagyon ledorongolnak. Sokban múlik egyébként az, hogy ezeket a szituációkat hogyan kezeljük, hogy mi pontosan mérjük-e fel azt, hogy milyen a helyzet, milyen a szituáció. Lehet, hogy nagyon sokszor ez a mi beavatkozásunk nélkül is meg tud oldódni. És ez már azokhoz az eszközökhöz tartozik, amikkel esetleg tudjuk segíteni a gondozottunkat. Például a beavatkozás kényszere, nagyon sokszor éreztem magamon is azt, hogy mindentől meg akarom védeni nagypapámat, de azért mégse csinálhatok mindent helyette, úgyhogy ezt a beavatkozás, ezt minél kevesebbre vagy minimálisabbra próbáltam csökkenteni, inkább csak egy ilyen támogató jelenléttel ott lenni, és csak akkor beavatkozni, hogyha látjuk, hogy tényleg rossz irányba tart a szituáció. A beteggel szembeni elvárásunkat érdemes mindig újraértékelni, újra gondolni, hogy romlott-e az állapota, ezt még meg fogja tudni ugorni, vagy sem. Általában a biztonságos teret, például, hogyha egy tömegközlekedési eszközön vagyunk, akkor azt nagyon nehéz a zsúfoltságérzetet csökkenteni, úgymond a betegem. Erre nekem az a módszerem volt, hogy általában próbáltunk a buszon olyan helyet keresni, ahol én kívül tudtam ülni, vagy hogyha nem volt ülőhelyünk, akkor úgymond a testemmel leszeparálni egy kis helyet, ahol ketten legyünk. Gyakrabban teremtettünk szemkontaktust ilyen helyzetekben. És próbáltuk a beszélgetéssel is egy kicsit terelni az, hogy mi most egy buszon vagyunk. Nagyon-nagyon fontos, hogy mindig hagyjunk extra időt és teret, amikor ütemezzük a kirándulásunkat. Soha nem úgy néz ki egy demens beteggel az, hogyha kimegyünk az utcára, hogy el fogunk jutni A pontból B pontba. Mindig történik valami, úgyhogy nem tudunk időre sietni. Nem is jó, hogyha sürgetjük, nógatjuk, nyaggatjuk a beteget, hogy gyorsabban menjünk, mert csak feszült lesz tőle és zaklatott.
legjobban dicséretekkel tudjuk támogatni, meg irányítani, hogy merre szeretnénk, hogy a cselekvés haladjon. Esetleg van-e még kérdésetek? Kérdésünk nincsen, de szívesen fogadnánk, hogyha még konkrét példákat tudnál mondani arra, hogy te hogyan tudtál megoldani számodra, illetve nagypapád számára izgató helyzeteket, aggályos helyzeteket. Leggyakrabban, ugye, amit már az előbb is említettem, ez a gyerekek és a játszótér volt ilyen helyzet. Amikor ilyen helyzetekben nekünk problémánk volt, akkor mindig az anyukák jöttek oda, és ők kezdeményezték azt, hogy nekik problémájuk van. Ugye én úgy gondolom, hogy nagyon sokáig nem feltétlenül kell beavatkozni, hagy oldja meg egyedül, ameddig meg tudja oldani egyedül. De mi volt a konkrét probléma, hogy ez így mit mondott az igen, anyuka? Igen, tehát, hogy én nem tudom elképzelni a szituációt, hogy egy kedves idős bácsi oda megy a játszótérre, és akkor az anyukák, tehát hogy mi a, tehát hogy így a gyerekek... A Feneketlen tóhoz jártunk ki rendszeresen játszótérre, az egy lekerített játszótér, és rendszeresen a játszótéren, a padon nem idősök ücsörögnek, mert arra ott van kint a park többi részén a pad, hanem az anyukák, akik a gyerekeket futtatták. És mi bementünk erre a térre, ami tulajdonképpen az ő területük volt, és már amikor mi beléptünk, már akkor gyakran furcsán néztek ránk, hogy mi miért jövünk be erre az elkerített térre, és amikor nagypapám esetleg megszólított gyerekeket, akik közel jöttek, kérdezgetett tőlük, akkor arra előfordult az, hogy felálltak az anyukák és odajöttek. Aztán fizetésnél is gyakran volt probléma. Általában rábíztam nagypapámra azt, hogy számoljon, válogasson, gyakorolja a pénzeket. És például olyan volt, hogy mondjuk nem 10 000-est adott fizetésnél, hanem 1 000-est, és akkor a boltos, hogy jaj, hát biztos át akar engem verni. És olyankor általában azt játszottuk, hogy kiborítottuk a pénzt a tárcából, és akkor együtt szépen leszámoltuk. És akkor ebben a szituációban már a boltos is lépett egyet hátrébb, hogy hát akkor valószínűleg nem szánt szándékkal akartuk lerántani, hanem itt valami másról van szó, és egy ilyen látványos gesztusra abszolút megváltozott a hozzáállása. Hát lehet, hogy arra gondoltál, hogy ha valaki más, idős, már nem tud rutinszerűen viselkedni, hogy gyanakvóak vele szemben, vagy sértőek vele szemben, vagy az is fennállhat, hogy a hozzátartozó érzék. Tehát akinek más gyereke van, másságos gyereke, egy autista gyereke, aki bizarról viselkedik, vagy akinek éppen a nagypapája demens, vagy bárki. Ugye ott azért sokkal nagyobb védelem és érzékenység van, és a saját érzékenységünket is bele kell tudni, kalkulálni abba, hogy mások hogy viselkednek. Mert lehet, hogy ők csak gyanakvóak, mi meg védelemből támadunk, és ebből is adódhat konfliktus, nem gondolod? Igen, és akkor megint visszatérnék arra, hogy hagyjuk kibontakozni a demenset, és egészen odáig próbáljunk ne közbeavatkozni egy szituációba, míg azt látjuk, hogy nem tényleg teljesen rossz irányba halad. De például nem csak nagypapámat kísérgettem, hanem egy autista kisfiúnak is voltam a személyi kísérője. Neki ez a flip-flopos telefontok volt az egyik ilyen veszőparipája, nagyon-nagyon nem szerette, és akár idegenekhez is oda ment a busz megállóban a metró, hogy vegye le a flip-flopos telefontokját, és mondta neki. És itt is voltak nagyon jó fejemberek, mert azért az autizmussal élőket már eléggé jól ismerik, és volt olyan, aki eljátszotta, hogy levette a telefonját, elrakta, és akkor azt nagyon-nagyon megköszöntük. De volt olyan is, aki rögtön lögdösödni kezdett, hogy hát most mit képzelünk, és akkor ott is inkább az volt, hogy gyereket hátra, és akkor face-to-face kommunikálni. Hogy érezted, hogy mennyire nehéz elmagyarázni egy kívülállónak, hogy mi történik a nagypapáddal? Hogy elmagyaráztad, tehát hogy így belementél ezekbe a helyzetekbe? Volt olyan, ahol erre nyitottak voltak, és érdeklődtek, és hát akkor lehet, hogy az én nagyikám se teljesen hülye,
De volt olyan, ahol leráztak, hogy ez habi, hogy erre nekik nincs idejük. Akkor menjünk másik bútba vásárolni. Tehát nagyon-nagyon vegyes az, hogy az emberek hogyan viszonyulnak ehhez. És a nagypapádnak a reakciója egy ilyen helyzetre, hogy ő ezt még megértette, vagy ő ezt hogy érte meg? Volt, amit nem igazán szeretett erre. Most akkor egy másik példát hoznék, hogy volt egy kis törzskocsmája, ahova rendszeresen járt le, és ott a helyi törzsközönség egyébként teljesen jól elfogadta, hogy nagypapa már nem teljesen százas, és belementek, színjátékokat játszottak, tehát ez egy nagyon támogató közösség volt úgymond nagypapámnak, hiába anyagilag nem mindig érte meg. Viszont amikor elkezdtek ott építkezni a munkások, és elkezdtek a kocsmába járni, akkor azért volt olyan, hogy nagypapám dúlva-fúlva jött haza, és még másnap is, hogy őt ne mondják hülyének, meg úgyhogy volt ezzel negatív megélése, hogy mások már nem olyannak tartják, mint amilyennek ő magát belülről gondolja. Amikor még ez a játszótéres eset volt, akkor te így elmondtad a szülőknek, hogy hát itt nincs arról szó, hogy bármi rossz miatt vagytok ti ott, és akkor így a nagyapapa ilyenkor ő háttérbe vonult, vagy ő is próbálta magát megvédeni? Nem, ezekre azt mondtam, hogy inkább ezt az elterelés módszerét használtuk, és inkább ilyen korai meséket, meg történeteket, meg inkább ott ilyen sztorizgatásokba mentek át. Nagyon szépen köszönjük, és ezzel a mai napi Memória Cafénknak lassan vége is van. Egyetlen úgymond szolgálati közlemény van még hátra, hogy természetesen november 1-én is szeretettel várjuk az érdeklődőket, mind itt, mind a tévé előtt. A novemberi programunk a nappali ellátások lesznek. Tehát arról fogunk beszélni, hogyha valaki demenciával él, de még családban szeretnénk megtartani, de már nagyobb felügyeletre van szüksége, hogyan tud a család tehermentesítéshez jutni azáltal, hogy klubfoglalkozásokban, nappali ellátásokban támogatják a beteget. Köszönöm, a viszontlátásra!